Was zu grobig. Ja, de többi bennük halak fognak. Bizony. Várnak, hogy halak rá. Hű, de szép nagy tó. Hallgassak! Várnak a halak. Vagy a bénykát prekint. Szép idő van. Nagyon jó. És melyik helyet gondol jónak? Szerinted? Hol leülünk ide? Ja, jó lesz ez is. Végül is ez a hely is jó lesz, az, amikor elkezd esni az eső, majd megint, mint legutóbb. Hát itt elmaradt még egy sáros, egy némelyik része, de... Nem vészes az annyira. Jó lesz? Szerintem. Na nézzük csak bele. Jesszus, ez jó, hogy nem lehet érezni. Ez aztán a tetej anyja. Ez lesz száma, jó. Sokkal fogja. Mi fogjuk ki itt a legtöbb halat? Hát biztos is, hogy ez garantált fogást ígér. Na, hogy is csináljuk? Mindjárt bekapcsolódok közben én is. Most az a nézőjelek, hogy ez a... Letöktől még mennyiség, hogy is legyen. Tehát ez sok lenne ehhez. Uh-huh. Osszuk széljeg. Kukorica nagyon sok. Aha. Vagy próbáljuk meg így. Mit javasolsz? Megnézzük így. Rendben. Jönnek a dalnak is közben. Ha nagyon sok lesz, akkor még hozunk egyet. Nézzük csak. Itt vannak a dalnak is. Biztos megérezték az etetőanyagnak a szagát. Csak... Van is amúgy. Na, kérdés. Hú, látom, van itt minden, ami kell igazából. Van minden? Hűha. El vagyunk készülve mindenre. Tehát ha ne talántán valamilyen kis Baki szakadás lenne, így van, akkor itt van... Hát az előbb volt. Első segélyláda, ami... Figyelj a szigetet, akkor meg is dobálj. Bizony. Vedd fel a szigetet is, hogy... Jobb vagy bal oldalt szeretnéd? Mindegy. Hát ez a jobb, ha nem gond. Nekem mindegy. Jó horgásznak teljesen mindegy. Figyelj, próbálkozunk, és ahol leesik, ott leszünk. Megpróbáljuk. Sikerülni fog itt a sok hal kifogása. Reméljük, hogy én is több szerencsével fogok járni, mint legutóbb. Bár az úszózás az elég jól ment nekem, nem? Sokan fogtál is. Sikeres lesz, mint mindig. Reméljük most ezúttal én is eltanulok néhány trükköt tőled, és fogok én is, vagy egy 5 kilós amúlt. Legalább 5 kilós. Jaja. Közben mondd már, hogy milyen dolgokat csinálsz, hát, szerelsz itt. Felkötök egy bilincset. Mivel könnyebben tudom csatlakoztatni a szereléket. Hát általában előre otthon már megkötöm a szereléket, szóval itt már csak fel kell tenni rá. Így is időt
takarítasz meg. Igen. Ezzel is idős forralom. Hanyas damil az amúgy? Ez kicsi, 35-ös. Jó, ez... Tavaly az 50-es volt rajta. Ja, az volt is. Legutóbb rajta? Igen, tavaly 50-es volt, az egy kicsit nagyobb volt. És ennek mennyi a szakítási szilárdsága? Hát, jól mondom? 15 kiló körül van. Ez bőven a határértéken belül hát lesz. Bőven. Hol fogunk mit 20 kilós alatt? Tényleg amúgy egyébként itt van 20 kilós, vagy ilyesmi hal? Hát 15 kilós körül. Az is szép hallod. Ja, a harcsák, inkább igen. Azok ilyen nagyobb súlyúak. Ja, hát pontjuk azok még nem igen nőttek meg olyan nagyobbra. Uh-huh. Bár már lehet vannak benne ilyen 5 kilós körülje. Uh-huh. Amúrok azok viszont vannak. Amúrfogó. Itt az egyik. A másik megvan, amíg nincs meg. Akkor ez az egy van itt megkötve. Előre. Ezt már csak lakasztassuk is. Hoppá, várultam valamit. Majd hozok innen. Na most az etetőanyag is jön. És borogom minden. Vakegér vagyok. Na, az még hamar fel lett szerelve. Féket visszaállítjuk. Csak felmérjük a terepet. Terep felmérés. Remélhetőleg a szélse lesz nagyon erős. És nézzük a botot. Csonti megvan? Lehet abból is fűzni kéne egy párat, egy-kettő darabot, nem többet, mert... Kicsit már ez is kezd penészedni. Annál jobb. Így van. Jobban fognak jönni a halak. Úgyis szeretik a finomabbnál finomabb időszakokat. Hát az biztos is. Általában ez garantálja a fogást. Csonti. Csontiból ráfeszünk ott két darabot, körülbelül elég lesz ennyi. Hoppá. Na, hallom, hogy beindultak az események hátul. Biztos valaki fejest ugrott. Szél is talán egy kicsit enyhült. Valaki fejest ugorhatott a vízbe. Az is lesz. Tényleg egyre melegebb kezd lenni az idő. Hát, nem is baj. Két kukorica. A biztos fogás titka. Ez jön még mellé. Egy kis etetőanyag. És bízunk a csodában. Én hiszem, hogy meg fog valósulni. Hát, a vízhőmérséklete még hideg. Nem tudom. Kukorica az elég jó. Elég jól meg van rohadva. Tehát. Úgy kell ezt. Ez olyan állapotban van, hogy ez talán a legmegfelelőbb. Mindig jó találkozás. És akkor nézzük.
Na nézzük. Na, ez megmozdult. Hoppá, ez már kapás. Jó, megkész. Na nézzük azt a halat, mutasd. Az nem adja könnyen magát. De mi ez, ponty? Majd nézzük Robit. Elég kemény harcos. Hoppá, hoppá, másikra keresztbe egy kicsit. Megyem egy kicsit. Felrúgjak itt valamit, miért? El akart menni a másikra keresztbe. De amúgy, ahogy észrevettem, most sokkal erősebb a halat, mint tavaly. Meg azt mondják amúgy, hogy esők is időben is jól így kapnak olyankor is. Hát ilyenkor kapta. Még jobban. Van olyan idejszak, amikor az... Interjú Robert. Ülj közben a vihar. Nézd, tesz csak. Nézd, milyen sokáig kellett a kis pontyot fáradt-e. Ja, ilyenkor engeded? Hát csak bejártok a fékkel. De már megmondom az őszintét, mert fáj nagyon a cukrom. Már a mai nap nagyon melegem van. Nem akarok több halat fogni. Miért nem? Fáj a cukrom. Ó. Nem bírom. Erősödik. Rá kell segítsek a bal kezem, nem. Oh! Tibi! Kapásod volt, vagy pedig csak megütött? Nem, előtte volt valami. Megütötte vagy? Lehet, hogy megütött. Á, nem hiszem, hogy megütött. Nem, előtte volt valami. Várj, engedek neki kicsit. Egy kicsit engedem. Így jó. Jó, kiengedem a féket, azt tudjon menni, hogy csak akar. Na, eddig meg az volt a problémát, hogy nem volt kapásod ma meg. Nem kapcsoltál már. Uff, így. Majd holnap kipiáld a fáradalmaidat, amit küzdöttél a halat. Jó. És még mindig bérek van. Ez hány kilós lett vajon? Hát ez. Ha? Hogy őszinte legyen. 2 kiló. 2,5. 2 kiló, de... Fél. 2 kiló simán. Ez már szép. Négy. Még egy kicsit ott fáradjon meg. Nem sok van már neki. Már se itt a pacikával vagy mi? Na? Jó lesz. Hát jó, hát nem akar még elfáradni. Nem akar még el. Segítsek valamit, hogy... Mérges. Az égi, az Istenek mérgesek. Kar erő. Basz. Ah, többet. 3 kiló majdnem meg volt. Elég súlyos. Elég. Nézd, de súlyos volt. Elég súlyos. Fajtából van. Szép. Mi? Hát egy olyan 2,5 kiló biztos megvan. Több mint 2 kiló. Nézzünk egy sebészi eljárást. Gyönyörűen benyelte. Látod? Pont ott jön ki. Hát ez még ahol jó. Kell. Tökéletes volt a szerelés. Bár a kukoricát azt sajnálom. Elég kemény ott az a száj része. Elég nehezen akar kijönni. Na? Nem akarod? Kijön?
pont ott a száj szélében van elég. Ú, ez szép nagy. Meg is van. És kínlódás állat. Gyönyörű szépen. Már a videó, vége előbb. Szép amúgy.